Sziasztok, tiszteltel köszöntök mindenkit. Egy kicsit menjünk megint el a táplálkozás tudományába. Nem akarok nagyon-nagyon mélyen belemenni, mivel nem vagyok szakember, viszont egy-két dolgot saját magamon már tapasztaltam. Megértem, és másnak is segítettem, és nagyrészt beváltak ezek a dolgok. És főleg azért, nem azért, mert sokat olvasgattam is utána, hanem mondom, magamon leteszteltem pár dolgot, és ez valóban így van. Ugye közeleg a nyár, mindenki szeretne jól kinézni, mit akar ez a jól kinézés? Elsősorban ugye a télen ősszel felszedett kis túlsúlyt, hurkákat szeretné mindenki ledolgozni, átalakítani a kis alakját, és szeretne egy olyan formába kerülni, ami az ő elgondolása alapján mondjuk egy strandon jól mutat. Azt először is szögezzük le, hogy ezt mindenkinek magával kell lezongorázni, hogy őt mennyire érdekli, hogy lefogjon, vagy nem fogjon le. Mindig azt szoktam mondani, hogy ha valaki úgy érzi jól magát, tegyük fel, hogy túlsúlyos, az egészségében nincsen probléma. A párja is így fogadja el, a környezete is így fogadja el, és ő neki teljes így az élete, akkor hagyni kell az egészet a fenébe. Tehát lehet fogyni ideglenesen, de ha neki a komfortérzete ez nem jó ehhez, nem érzi így magát jól, ezer ok miatt, akkor ez felesleges erőltetnivel is vissza fog hízni. Tehát először is kell egy marha jó személyes elhatározás, hogy igenis, én ezért meg ezért, legyen az ok csak az, hogy szeretnék jobban kinézni, le fogok fogyni. Mikor ez megvan, mit csinálnak az emberek? Hát nyilván nem a munkát keresik elsősorban, hanem utána néznek a neten a különböző csodaszereknek. Rengeteg ilyen csodaszer van, én azt mondom, hogy csodák nincsenek. Vannak olyanok köztük, amik valóban segíthetnek abban, hogy leadjuk a túlsúly egy részét legalább, viszont mondom, tehát olyan nincsen, ami valóban csodát csinál, hogy pontosítsak és úgy fogalmazzak, hogy mindenki számára érthető legyen, mondjuk egy napi 30 deka tokaszalonna 3-4 kiló fehér kenyérrel, lefolytva 2 darab francia krémessel vagy somlói galuskával, nincs az a csodaszer, ami ezt semlegesítse, vagy átalakítsa olyan dologgá, ami nem szívódik fel. Tehát ilyen nincs. Minden csodaszer úgy működik, hogy a táplálkozást az helyre kell tenni. A táplálkozás helyretétele az nem azt jelenti, hogy egy testépítő diétát kell folytatni, erről is beszélek majd mindjárt, hanem optimalizálni kell azt a kajálás az adott személyre. Ehhez vannak szakemberek. Egy-két jó edző, egy-két táplálkozási tanácsadó és egy-két dietetikus is tud ebbe segíteni. Itt is vannak viszont kontárok, hiába van megfelelő papírja. Tehát olyan nincsen, hogy akinek te egy általános étkezési tanácsot adsz, hogy mit tudom én, ne egyél cukrot, ne egyél fehér lisztet, viszont egyél csirkét salátával. Ez egy fasság így, ahogy van. Valakinek bejön ez, valakinek nem jön be. Először is azt kell tisztázni az emberrel, milyen egészségügyi problémái vannak. Ha valaki inzulinrezisztens, pajzsmirigy problémái vannak, egyéb hormon problémái vannak nála, minden máshogy működik, akkor szakemberhez kell küldeni az embert, ha te edzőként ebben nem vagy kompetens, nem pedig mindenféle fasságot mondani az embernek. Figyelembe kell venni az életkort, ugye nem mindegy egy anyagcseréje egy fiatal embernek, nem mindegy egy idősebb embernek, nem mindegy, hogy nő vagy, nem mindegy, hogy férfi vagy, stb. Általában profi étkezési tanácsadók, vagy táplálkozási szakemberek azzal kezdik, hogy elküldenek téged egy teljes laborvizsgálatra, ahol a vérképed alapján sok minden elmondható, megállapítják, hogy mi a probléma, miért hisztál, nem biztos, hogy valaki azért hízik, mert zabál, tehát tényleg vannak komoly egészségügyi problémák hátterek, nyilván ott teljesen más megoldást kell keresni. Tehát egy komoly étkezési tanácsadó így kezdi. Én sajnos látok a környezetembe nagyon sok olyan edzőt, vagy annak mondó embert, aki garantálja, hogy téged le fog fogyasztani. Tehát ez a második dolog. Az első volt az, hogy csodaszer, nem jön be a csodaszer, keresel egy olyan edzőt, hogy majd te le fogsz fogyni. Erre az edzőnek megnézed az oldalát, és ugye mondjuk egy közösségi oldal, és azt látod, hogy különböző ugye kedvenceim, ezek az előtte-utána képek, amikor az előtte lehetőleg valami sápadt,
bágyat külsőbe, férfiről van szó, lehetőleg nyakig szőrösen, és lehetőleg valamilyen hatalmas atomgatyában van fotózva, azután a képen emberünk szörtenítve, leszoráriumozva, hónaig felhúzott gatyába, hogy még jobban nyújtsa az egész fizikumot, és mit tudom én, megcsinálva a fizikumot, minden, tehát teljesen mindegy, nem feltétlenül azt jelenti, hogy mennyit fogyott, hanem mennyivel jobban néz ki, és ez rengeteg embert át lehet venni. De tegyük fel, hogy valóban fogyott az emberünk, és oda van írva, hogy mit tudom én, Pisti előtte 97 kg, utána 81 kg, és mindezt 2 hónap alatt. Fú, teljesen begerjedünk, én is ilyen akarok lenni, mint Pisti, megkeresem az edzőt. Na most akkor hadd mondjam el, hogy 2 hónap alatt nem szabad lefogyni, jó számon az előbbi példa alapján 16 kilót. Le lehet, sőt ennél többet is le lehet, nem egy nagy mutatvány, bárki eljön hozzám, én szerintem akár heti 2-3 kilót is tudok neki garantálni, marha egyszerű módon, marha keveset fog enni, és rengeteg vízhajtót fogok neki adni, amit elbír a szíve, és csodálkozni fog, hogy pillanatok alatt le fog fogyni, amit aztán, hogy abba hagyja a közös mutatványt, másfél szerelését azonnal visszarántja. Tehát nem szabad ennyit fogyni. Azt mondják a dietetikusok, és bármilyen orvoshoz elmész, akármilyen szakemberhez, hogy havonta az a 3-4 kiló az optimális, amit tudsz fogyni. Nem csak azért, mert így egészséges a szervezetednek, hanem például a bőröd is, ugye van egy jelentős túlsúlyod, a bőröd meg van nyúlva, nyilván hirtelen fogysz, ez nem fogja felvenni az új alakot, nem fog idomulni hozzád, ez nem egy ilyen stretch poló, hanem lógni fog, mint ugye tehénen a gatyóka. Tehát marha ronda lesz. Ez az egyik része. A másik, hogy nincs olyan szerved, amik ezt a hirtelen nagy fogyást ne sínylené meg. Tehát semmiképp se jó. Mellette a hozzávezető út egy baromság. Tehát amikor az edzőhöz te elmész, és mondtad, látod Pistike példáját, te is szeretné 2 hónap alatt 16 kilót lefogyni, saját tapasztalatom, az edző a következőket fogja neked mondani. Egy héten gyere hozzá 5-ször minimum, és majd ő megmondja neked, ő fog adni neked táplálkozási tervet. Na most az táplálkozási terv legtöbb edzén és edzőnél, sőt, láttam ilyen klubokat is már, abból áll, hogy mindenkinek, mondjuk jelentkeznek abban a klubban 27-en, mindenkinek adnak egy testépítő étrendet. Anélkül, hogy kérnének egy labort, anélkül, hogy megkérdeznék, hogy mi a cél, anélkül, hogy egyénre megnéznék, hogy az embernek jó ez, vagy nem jó. Nem mindenkinek jó csirke, rizs, saláta kombináció. Nem beszélve, teljesen felesleges is. Ha a testépítők versenyre készülnek, akkor szokták ezt a kombót alkalmazni. Általában sokan esznek így, nem versenyfelkészüléskor is, de nincs az a testépítő szerintem, aki nem undorodik meg egy év csirke, rizs kombótól. Amúgy meg teljesen felesleges. Én azt szoktam mondani, ahhoz, hogy egy szervezetnél jól működik a diéta, kell hagyni olyan heteket, napokat, amikor kicsit elengeded magad, és akár a forma rovására is picit tehermentesíted a szervezetedet. Ezzel probléma van ezzel a csirkemell rizs kombóval. Csirkemell egy, ugye amiről beszéltem egy korábbi videóban, nem tudod honnan van, tele van génmódosított anyaggal, tápszerekkel, de ezt tegyük félre, maga a fehérje tartalma miatt is, ugye a vesét rettentően megterheli. Nem beszélve arról, hogy hiába eszel egy bizonyos mennyiséget, úgyse fog beépülni. Tehát akkor te letömöd magadnak, teszem azt a másfél, egy kiló csirke mellett naponta, azon kívül, hogy undorra eszed már a végét, mondjuk a negyedik hónapban, rengeteg kárt okozol a szervezetednek. Tehát nem feltétlenül ezt jelenti, hogy étkezésedet rendbe kell tenni. Akkor ugyanúgy visszakanyarodva az edzőnkhöz, mit fog csinálni? Rengeteget fog kardióztatni, akár futtatni, akár bicikliztetni, stb. Nem rossz dolog a kardió, viszont itt is vannak dolgok, amit előtte kéne tisztázni, és ezeket ugye hiányolni szoktam általában. Nem mindegy, hogy mennyit kardióztatok mondjuk egy 20 éves emberrel, nem mindegy, mennyit kardióztatok egy 60 éves emberrel, egy túlsúlyossal, esetleg egy vérnyomás problémással, esetleg egy cukorbeteggel, ezeket mind-mind meg kellene kérdezni, hogy van-e, nincs-e. A túlsúlyosnál az, hogy a kardiónál vigyázok a térdére, az izületeire, stb. Tehát ezek általában hiányoznak. Na most tegyük fel, belevágsz itt az edzőnél, megkapod a testépítő diéta étrendet, kiszámolva pontosan a szénhidrát, fehérje, mennyit kell bevinned, és mellette elmész hetente 5-ször edzeni. Na most az 5-szöri edzésen, az edzés végén mindig okátsz, mert ugye nem vagy hozzászokva ehhez a terheléshez, tehát edzők nem úgy építi fel az edzésedet, hogy mint egy piramis szépen lassan építkezve, hanem egyből aranybarátom idejössz, szétszagadlak mondjuk egy órán keresztül, és utána még kardiózzál egy fél órát, 3-4 órát, majd amikor lemászol a
teremnek az ajtajához, akkor okátsz egy marhajot, és innentől kezdve valóban fogyni fogsz már az okádás tartalmát. Amikor ugye látod, hogy ennek elére menni fog lefelé a súlyod, az azért van nagy részt, nyilván, mert ugye kevésebb a cukor, amit beviszel, kevesebb a szénhidrát, viszont az edzésnek köszönhetően rengeteg folyadékot vesztesz. Ami, ugye ahogy nekiállsz inni, az vissza fog jönni. Tehát igazából nem fogytál semmit. Lehet, hogy a kardiovaszkuláris állapotod sokkal-sokkal jobb lesz, tehát az állóképességed nőni fog a rengeteg mozgástól, viszont az biztos, hogy ha valami rejtett szívbetegséged van, vérnyomás problémád, ízületi problémák, azok egytől egyig elő fognak jönni. Majd, amikor itt sikerült leadnod azt a 16 kilót két hónap alatt, elégedetten önmagaddal, mivel nem akarsz minden nap okádni, és már unod a csirkelést, abba hagyod, itt van a nyár, elértem a állított formát, viszont nem akarok minden nap megrohadni a terembe, nem akarom ezt az undorító csirkelést zabálni, abba hagyod, és legnagyobb döbbenetedre, mondjuk egy 3,5-4 hét alatt megint 97 kiló vagy, és még jön rád egy csomó minden. Ez egy általános törvényszerűség, nem nagyon sikerül senkinek se ezt kikerülni, ez így működik. Ehelyett én azt javaslom, és ez is így működik, először is tessék megfelelő szakembert keresni. Olyan szakembert, aki hiteles. A hiteles nem feltétlenül azt jelenti, hogy 18 féle papírja van, hanem egy maga az edzősöd agadt, így kezdődik. Én soha nem értettem, hogy akar egy kövér edző meggyőzni valakit, hogy ő tud például kockásosat csinálni, mikor soha nem volt neki. Kettő, most nem arról beszéltem, bocsánat, visszakanyarodva, hogy hiteles legyen, hogy éppen versenyformában kell lenni, mert azt nem tudja senki se produkálni, de ránézek, körbe higgyem el, hogy az edző. Tök mindegy, hogy hány kiló, de higgyem el, hogy edző. Ha az megvan, akkor nézek körül egy picit ott a portfóliójába, vagy az éppen aktuális vendégei, vagy a korábban feltett vendégeiről esetleg képek, honnan, hova jutottak el, és nem ezt kell nézni, hogy két hónap alatt le tud fogyasztani 20-25 kilót, meg 40 kilót, mennyit is láttam. Ezt azonnal el kell felejteni, mert csak rá fogsz baszni. Egészségileg, meg ugyanúgy vissza fog jönni az egész. Tehát keresel egy megfelelő szakembert, elmész hozzá, elmondod, hogy milyen egészségügyi problémáid vannak, ha vannak. Akár a cukorbetegség, akár egy pajzsmirigy problémák, és egyéb hormon problémák, stb. Elmondod. Nyilván egy csomó edző nem fog laborképet kérni, mert nem ért hozzá. Én is ilyen vagyok, én is értek hozzá. Én azt szoktam mondani, hogy megkérdezem, mit teszik az emberünk, elmondja, hogy mit teszik. Első kanyarban azt szoktam kérni, ha még nem sportolt, hogy ne változtasson az étkezésén szinte semmit. Annyit tegyünk meg, hogy amit mondjuk 3 étkezésre evett meg, azt a mennyiséget egye meg 5-6 étkezésre, és lehetőleg csökkentse mondjuk a fehér liszt, cukor, bevitelt, nem kell elhanyagolni, de nem kell lenullázni, de csökkentse. Ezzel már eredményeket lehet elérni, mégpedig azért, mert a magától a mozgástól és az ekkora táplálékváltoztatástól is fel fog gyorsulni az anyagcseréje. Ami lehet, hogy emberünknél olyan sikeres lesz, főleg a fiatalabb, hogy akar fogyni 4-5 kilót többet, nem? És ezzel a módszerrel már lefogyott. Teljesen felesleges neki csirke rizz zabálnia, amikor mondjuk undorodik a csirkétől, az egésztől hány ingere van, meg az egész minek. Tehát ha ő ettől, hogyha valaki például annyira gyors az anyagcseréje, hogy nyugodtan megehet naponta, és akár kétszer egy csokit, és semmi nem fog történni. Tehát először is ezt szoktam javasolni, hogy ezt kezdjük el. Innentől látszik azért általában mindenki fogyni szokott. Nyilván, aki nagyon-nagyon túlsúlyosanak, ez nem lesz elég, de erre is vannak további lépések, hogy mit hogy alakítunk át, mit hogy hagyunk el. De az, hogy hirtelen valakiből lefaragok ilyen jelentős mennyiségű túlsúlyt, az biztos, hogy egészségtelen. Tehát ha úgy döntöttetek, hogy nyáron valami jobb formát szeretnétek magatokhoz képest, mondom, hangsúlyozom, akinek ez olyan igény, ami belülről fakad, nem azért, mert a környezetednek szeretné megfelelni, és te meg az egésztől undorodsz, herótod van, akkor el kell felejteni. Tehát ha nem tudsz te ezzel azonosulni lelkileg, hogy igenis szeretnék én soványabb lenni, fittebb lenni, mert a túlsúly miatt az egy dolog, hogy hogy nézek ki, de egy csomó olyan problémát bevonz, egészségügyi problémát, a hosszabb idő alatti túlsúlyosság, ami elkerülhetetlen, cukorbetegség, magas vérnyomás, szívproblémák, sorolhatnám. Ha te ezt eldöntötted, akkor mindenképpen szakember, olyan szakember, aki hiteles, elmondtam, hogy milyen módon lehet ezt megtalálni, és türelem. Tehát ezt el kell felejteni. Most van április eleje, ha valaki mondjuk nyára szeretne lefogyni egy 7-8 kilót, az azt mondom, teljesen rendben van. Ha többet ígérnek neked, akkor felejtsd el, mert le lehet adni, az a korábban említett módszerekkel, viszont beteg leszel, erre 99% esély van. Ha valaki
mindenképpen szeretne egy jobb formát, én azt szoktam javasolni, hogy nem kell elhízni. Erre is van ezer módszer, hogy nem lehet elhízni, semmilyen tudományosság, semmilyen csodaszer nem kell hozzá. Oda kell figyelni kicsit a kajálásra, és picit mozogni kell, és ha tartod ezt, akkor nem kell se szakember, senki. Szépen tartasz egy olyan formát, ami neked tetszik, környezetednek tetszik, te is meg vagy elégedve, és akkor maximum nyár elején egy picikét visszafogsz a kedvencekből, a somlói galuskából, meg a hurkakolbász szalonnából, és pillanatok alatt olyan lesz az alakod, amit te szeretnél, nem beszélve arról, hogy az egészségesebb, tisztább étkezéstől a bőröd is, főleg hölgyeknek, lásd, narancsbőr, el fognak tűnni. Tehát a narancsbőr nem attól fog eltűnni, hogy te fölállsz a futógépre és tekersz, mint egy állat. Mondom a helyes kaját. De nem akarok ennyire belemenni, én azt mondom, hogy tessék kicsit átgondolni, és nem valamilyen kóklerhez, hülye gyerekhez fordulni. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!